Az új játékokat próbálgatják a gyerekek a Csodavárban. A Nyíregyházi Fejlesztő Központ a Michelin Hungária Kft. Támogatásának köszönhetően szerzett be új eszközöket, melyek az átlagos és az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztését egyaránt szolgálják. Elsősorban a korai fejlesztésben használatos eszközöket szereztünk most be, hiszen az elmúlt 7 évben egyrészt kopott az eszközparkunk, másrészt pedig fejlődött új technológiák jöttek be, úgyhogy különböző területeket fejlesztő, de általában azért a különböző tapintás, szaglás, hallás, látás, soron keresztüli ingerek keltésével fejlesztő eszközök lesznek. Nagy mozgás, kis mozgás, szóval azon egész színes az a paletta, amit fejleszteni fog a most érkezett eszközök. A fejlesztő eszközök beszerzését a nyíregyházi multinacionális cég 200 000 forinttal támogatta. Hosszú távon képzők jövőnket Nyíregyházán, és azt gondolom, hogy akkor lehetünk mi, mint egy ipari vállalkozás sikeres egy városban, hogyha a város, a közösség maga sikeres. És ezért gondoljuk azt, hogy amit meg tudunk tenni ennek érdekében, azt mindent meg kell tennünk, támogatnunk azokat a szervezeteket, akinek leginkább szüksége van. De miért pont a Csodavár? Azért a Csodavár, mert évek óta vagyunk kapcsolatban velük, ismerjük a munkájukat, látjuk azt, hogy milyen munkát végeznek, látjuk azt, hogy mekkora energiát és pénzt igényel ez a típusú fejlesztő munka, és így gondoltuk azt, hogy nagyon jó helyre kerül az a pénz, amit erre szánunk, hogyha a Csodavárnak adjuk. Az átlagostól eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztését szolgáló Csodavár modell Nyíregyházáról indult 7 évvel ezelőtt, ma már azonban országosan ismert programmá vált. 2011-ben nyitottunk ugye ezzel a modellel, hál' Istennek többen úgy gondolják, hogy ez a modell ez egy mintaértékű, úgyhogy most már az ország több területén részben vagy egészben azért fellelhetők hasonló intézmények, mint a Csodavár. Mi nyitottunk Budapesten 2018 márciusában egy kistestvért, valamint itt a megyében próbáljuk elősegíteni itt a prevenciót és a szűrést, ezért egy tanácsadó pontot állítottunk fel Mátészalkán. Most már lassan 3 éve viszünk, ahol a gyerekházakkal, a védőnői hálózattal, házi gyermekorvosi hálózattal együttműködve próbáljuk minél előbbi korosztályba kiszűrni azokat a gyerekeket, akiknél valamilyen rizikót találunk a fejlődésükben. A nyíregyházi Csodavár 7 éves fennállása óta több mint 1000 családnak segített, mint egy 22 000 foglalkozással.